Hogy? Bátyús. Micsoda? Bátyús. Bátyús. Igen. Menj be, ez a szőlőmag. Ebből lesz a szőlőmag örlemény. Mert ez nagyon egészséges, már meglátod, szuper erőt ad. Utca, a bátyushoz menj be kicsim, mert nincs rajtad kabát, itt hideg van. Bonjour! Minden, amit szőlőt önmagában megeszünk, az sajnos a bornak a halálát okozza, és hát ebben elég nagy az igazság, viszont van egy szerencsés és jó hírem, már pedig az, hogy van egy melléktermék, amivel amúgy nem készítenénk bort, és az a szőlőmag. És ez egy ilyen isteni manna, maga az örlemény, amit majd ebből fogunk csinálni, az 100%-ban felszívódik, és konkrétan szuper erőt ad. Szóval ez ilyen Superman képzőbe is egy bevált táplálékkiegészítő. Az van, hogy tele van antioxidánsokkal, amik ugyebár szabad gyököt kötnek, magyarán annyit jelent, hogy, hogy megakadályozzák a szervezetünkben azt, hogy, hogy káros folyamatok menjenek végbe, vagy legalábbis védjék a szervezetünket. Ilyen resveratrol, katekin, ilyesmi dolgok vannak benne. Van benne P1, P2, B1, B2, B3 vitamin, réz, magnézium, cink, kálium, szelén, ilyesmi. Ezen felül még csomó minden dologra jó. Kezdem azzal, hogy erősíti az immunrendszert, tisztítja a vért, érelmeszesedés gátló, ezáltal javítja a véráramlást az ereinkben, akkor rugalmassá teszi a bőrt, szóval még kozmetikumként sem utolsó. Mi az, ami még? Ja igen, tele van rostokkal, úgyhogy segíti az emésztést. Tehát a fizikai és a lelki egyensúlyunkért felelős. Úgyhogy ezt fogja a szőlőmag örlemény nekünk adni. Ennyi mindenért felelős a szőlőmag örlemény. Úgyhogy szupermenségre fel, 3-5 gram ebből a csodából, és új élet. Naponta. Persze naponta 3-5 gram. Joghurtban, műzőben, ilyen lesz. Sziasztok!